Köszöntöm Önöket, Kocsisán Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Sokszínű adással készültünk mára, meg annyi tudományterületen barangolunk. Mutatom a témáinkat. SBK. 50 éves a Dél-Alföld egyik legnagyobb tudományos intézete, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Sarki fény. Egy meglehetősen ritka égi jelenség tűnt fel hazánkban is. Pécsi Eszter tanári díj. 15. alkalommal jutalmazták a legeredményesebb középiskolai természettudományos oktatókat. Zöld tégla. Jobb égéshőfok, kevesebb károsanyag, kisebb környezeti terhelés. Ötven éves fennállását ünnepelte a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A Dél-Alföld legnagyobb tudományos fellegvárát 1973-ban adták át, és az eseményen akkor Szent Györgyi Albert is részt vett. A nagyszabású jubilómi ünnepségre most a friss Nobel-díjas Karikó Katalint hívták meg, akinek nem kis kötődése van az intézményhez. Itt alapozta meg ugyanis tudományos munkásságát. Az SBK-ban foglalkozott először RNS-sel. A sejtosztódás fémplasztika Szeged emblematikus intézményének szimbóluma. A Szegedi Biológiai Központ előtt fél évszázada áll jelentőség teljesen. 1973. október 11-én avatták fel. A megnyitón Szent Györgyi Albert is ott volt. Az SBK létrehozásával az alapítók célja az volt, hogy olyan kutatási környezetet teremtsenek, ahol lehetőség van az élettudományi alapkutatások nemzetközi szintre emelésére. Ma már ez Magyarország egyik világviszonylatban is elismert kutatóműhelye. Az SBK-ban pedig ennek a rendkívül sokszínű tudományágnak több részterületét is képviselő szellemi műhelyek alakulhattak ki. Az első pillanattól kezdve látták a kortársak, hogy a Szegedi Biológiai Kutatóközpont valami újat hoz a magyar tudományos közéletbe, méghozzá elsősorban műszer ellátottsága és az ott összegyűlt kiváló kutatóknak a kritikus tömeget meghaladó száma alapján. A korszerű kutatási infrastruktúra és a felkészült, motivált kutatók alkotta szellemi műhely csupán feltétele, de nem garanciája a sikernek. De az eredmények jöttek. Az SBK kutatói közössége bizonyította, hogy képes nemzetközi élvonalba tartozó biológiai kutatási témák sikeres művelésére. Jelenleg a Magyar Kutatási Hálózat legnagyobb kutatóintézete a szegedi. Dönten alapkutatásokat végeznek, de számtalan szabadalom született már az SBK falain belül a tudományos eredmények gyakorlati átültetésével. Ha keletkezik egy idea, akkor vannak olyan értő tudós emberek, akikkel meg tudják vitatni, akik segítenek abban, hogy milyen irányba menjenek. És egy olyan intézmény, mint az 50 éves Szegedi Biológiai Központ, erre egy fantasztikus példa. Az SBK tehát a hazai élettudományi kutatások fellegvára. Sokan azért jöttek a Szegedi Egyetemre, hogy a diploma után az SBK-ba kerülhessenek. Innen indult Karikó Katalin karrierje is. Csaknem 50 évvel ezelőtt itt ismerkedett meg a Nobel-díjat érő kutatásainak alapjaival, az RNS-sel. Mikor én megtudtam, ugye, hogy itt ez az SBK létrejött, akkor ugye a testvérem nagy elkeseredésére lehúztam a ELTE feliratot a beadványomon, hogy hová megyek tanulni, ugyan a nővérem a közgazdasági egyetemen tanult már akkor, és hát úgy gondolt, hogy majd együtt leszünk mi diákok, és én beírtam, hogy ja te. Hát aki nem tudja, az az SZTE-nek volt az elődje, és hát így kerültem oda, de azért, mert az SBK itt van, és ez volt az álmom, hogy majd egyszer én itt fogok kutató lenni. És hát ezért vagyok Szegeden, mert az SBK itt van, és hát szerencsére fölvettek az egyetemre is, és hát ide is bekerültem. Számtalan kutató alapozta meg itt tudományos munkáját, és később ért el eredményt a világ más táján. Az élettudomány négy ága, a biokémia, biofizika, genetika, növénybiológia területén folyik itt magas színvonalú kutatás. E területekhez ma már elengedhetetlen az informatika. Horváth Péter és csapata mesterséges intelligenciával foglalkozik, ő viszont külföldről költözött haza, hogy itt folytassa kutatásait. Svájcban egy biológiai kutatóegyetemre mentem el dolgozni,
és ott dolgoztam 8 évig, és valójában informatika volt az első területem, aztán bioinformatika, és aztán egyre jobban a biológia fele tolódtam, és ott találkoztam jelenlegi két kollégámmal, Papa Lázsa és Pácsa Bával. Egyáltalán nem tudtam, hogy az SBK létezik, őszintén szólva, és beszélgettünk, meghívtak egy előadást tartani, és egy év múlva itt voltam csoportvezető. Az SBK lendületes, fiatalos intézet, pezsgő tudományos légkör jellemzi. Jelenleg 250 kutatónak és mintegy 100 PhD hallgatónak biztosítanak lehetőséget az élettudományok terén. Az SBK egy nagyon jókedvű, fiatalos és nagyon lendületes intézet. És úgy gondolom, itt dolgozni az egyrészt öröm, másrészt felelősség. Aki itt kezd, attól elvárjuk, hogy hát nem azt Nobel-et nyerjen, de sikeres kutató legyen, és nagyon szeretnénk, hogy itt végzett PhD hallgatóink, a doktoraink, azok a tudomány szolgáltán maradnának, és nem csábulnának el más, jobban fizetett szakmák irányába. Hát bízunk benne, ez így lesz. Az 50 éve itt folyó komoly munka nemzetközileg elismert eredményeket hozott, amely által biológiai nagyhatalommá vált Szeged. Épp ez volt Straub F. Bruno alapító főigazgató célja. A Straubi örökség ma is meghatározza az SBK szellemiségét. A tudományban csak az számít, hogy kinek van igaza, és ki mivel tudja ezt bizonyítani. A rang az nem számít. Tehát a Straub mindig kifejezetten bíztatta azt, hogy neki ellent mondjanak, és még a szemtelenséget is díjazta. Bár óriási tekintélyt sugárzott a személyisége, nyoma nem volt annak, hogy ő bármikor a tekintélyes ujjával bármilyen véleményt el akarjon hallgattatni. A jubileumi konferencián elhangzott, szeretnék, ha Szeged nem csupán az egykor itt tevékenykedő Nobel-díjas kutatói kapcsán kerülne fel a térképre, a társintézményekkel, az egyetemmel és az Eli Lézer Központtal egy közép-kelet-európai kutatási és innovációs centrumot szeretnének létrehozni, hogy közös munkával még több szegedi eredményt érjenek el a tudományban. Bár a sarkifény feltűnése Magyarországon eddig meglehetősen ritka volt, idén már 10. alkalommal történt hasonló esemény. A rendkívüli látványt annak köszönhetjük, hogy a nap felszínén úgynevezett koronakidobódás történt, ami egyébként a csillag természetes működésének része. A nem mindennapi látvánnyal kapcsolatos további információkért a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékére látogattunk. Különleges égi jelenségnek lehetünk szemtanúi november elején. Magyarországon, sőt még a Dél-Alföldön is látni lehetett a sarki fényt. A légköri jelenséget a Föld mágneses mezője teszi látványossá, a nap koronakidobódása, azaz a belőle kilökődő töltött részecskék által, mely jó részt hidrogénatomokból áll. A jelenség nem túl bonyolult, a mágneses térhez közelítő napból kidobódott töltött részecskék, lényegében ionok, azok a mágneses mezőnek az erővonalai mentén haladnak, és ugye mivel a Föld mágneses mezője olyan, hogy a sarkokon közelíti meg ezek az erővonalak a felszínt, ezért a sarkpontok körül fognak belépni a légkörnek abba a részébe, ahol már kellő mennyiségű légköri anyag van. Mintha egy festmény lenne, olyan szemedgyönyörködtető a látványosság, ami alapvetően nem ritka jelenség. Hazánk magasabban fekvő területein, hegységekben, főként az északi országrészben viszonylag gyakran látható, ha erős a sarki fény aktivitás. Az azonban már ritka, hogy a Dél-Alföldön is érzékelni lehet, úgy is mondhatnánk, ezúttal a csillagok is úgy álltak. Nagyon erős sarki fény volt, egy nagyon erős koronakidobódásból, ami a napból érkezett, és ez pont egybeesett azzal, amikor egy hideg légtömeg töltötteket nem csak a Kárpát-medencét, hanem egészen éjszakra, tehát egy frontátvonulás után voltunk, ilyenkor hideg légtömegben nagyon jó a látástávolság, és emiatt lehetett az, hogy az országnak a nagy részén, sőt még akár Görögországban is látták ezt a sarki fényt, de erre azt mondanám, hogy ez egy nagyon szerencsés véletlen.
sarki fényt jellegzetesen zöld színéről ismerjük, ám nem mindenütt ilyen. Nálunk pirosas árnyalatban jelent meg. Színe abból adódik, hogy a töltött részecskék összeütköznek a légköri molekulákkal, gerjesztett állapotba kerülnek és fényt bocsátanak ki. Hogy pontosan milyen színben pompázik, az attól függ, milyen légköri alkotókkal történik a reakció. A leggyakoribb szín az a zöld szokott lenni, a zöld az az oxigén molekulával történő reakcióra utal. Ugye emellett hogy a nitrogénnel való reakció az ilyen rózsaszínes színt ad. Ez valahonnan Magyarországról készült ez a felvétel, ugye látjuk ezt a pirosas színt, amit ugye gyakorlatilag az egész ország látott. És ugyanekkor ez valahol Norvégiában készült, és az látszik, hogy ugye a pirosas szín az ugyanúgy megvan, viszont az alsó régiókban megjelenik a zöld, ez ugye az oxigén molekulával történő reakció, és ugye ez is mutatja azt, hogy itt mi Magyarországon igazából ennek a jelenségnek csak a felső részét láttuk igazán, tehát azt a szép zöldes, mondhatni klasszikus színét a sarki fénynek azt innen nem lehetett látni, nyilván a föld görbülete miatt. A geomágneses viharok a tehát a korona kidobódás, amely általában nem okoz gondot, de nagyobb mennyiségben előfordulhat, hogy megzavarhatják az elektronikus rendszereket a kilökődő töltött részecskék. Talán kettes erősségű volt egy 4-es skálán. Ugye ezek a kettes erősségűek csak látványosabbak, de olyan nagy károkat nem tudnak okozni, viszont egy ilyen 4-es erősségű geomágneses vihar az nagy területeken tudja okozni például az elektromos hálózatoknak a leállását. Szerencsére ezeknek a nagyon komoly viharoknak a gyakorisága azért elég pici. Az Aurora Borealis aktivitása a naptevékenységtől függ. Hogy mikor lesz legközelebb és vajon fogjuk-e látni a sarki fényt, azt nem lehet pontosan előre megjósolni. 2 nap biztosan kell, amíg a kilökődött plazmafelhő eléri a Földet, tehát nagyjából 48 órával korábban már lehet készülni a látványosságra. Ezen a weboldalon mi is figyelemmel kísérhetjük a jelenséget. Amikor ugye volt ez a nagyon látványos jelenség hazánkban, akkor a legnagyobb aktivitás valahol itt Skandinávia fölött volt. Tehát nem mindegy, hogy a sarkvidéken hol érkeznek be ugye ezek a töltött részecskék, nyilván a fény is ott lesz, és amikor így Európa fölé csúszik, mert éppen úgy áll a Föld, meg úgy érkezik ez a plazmafelhő, akkor tud nálunk látványos lenni. Persze az se baj, hogyha nem nappal van. Ezen 5. alkalommal díjazza a BMM mellett működő Pro-Progresszió Alapítvány azokat az 55 év alatti matematikát, fizikát, kémiát, informatikát oktató középiskolai tanárokat, akik tanítványaikat a műszaki és természettudományos pályák választására orientálják, és akiknek diákjai hazai és nemzetközi tanulmányi és szakmai versenyeken kimagasló eredményeket érnek el. A tanárok teljesítményét elismerő díj 2022 óta viseli Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő nevét. Pécsi Eszter volt az első magyar mérnöknő, a 20. századi modern építészet meghatározó alkotója. 1920-ban első nőként diplomázott a Műegyetemen. Építész oklevelét 1920. március 8-án vette át. Ismertebb hazai munkái közt említhető a Margit-szigeti hajós Alfréduszoda, a Fiumei úti baleseti kórház, a Kútvölgyi úti kórház és több modern villa szerkezeti terve. A BME mellett működő Pro-Progresszió Alapítvány által 2009-ben alapított tanári díj 2022 óta viseli Pécsi Eszter nevét. A középiskolás tanári díjat azért alapítottuk, hogy ösztönözzük a középiskolai tanárokat a természettudományi oktatásban való részvételre. És példát akarunk adni, hogy a középiskolai természettudományos oktatanárok milyen hihetetlen munkát végeznek, többletmunkát, nem csak alapórákat adnak, szakköröket szerveznek, innovációs klubokat szerveznek, kutatásterületet végeznek, doktorálnak közben, hogy miközben tanítanak is rájegyek az órát. Tehát egy példaképet akartunk állítani, és az elmúlt 15 évben sikerült, mert kapok egy 160 tanárdíjat,
kivételékű példaképek. A Pécsi Eszter díjat az 55 év alatti matematikát, fizikát, kémiát vagy informatikát oktató középiskolai tanárok kaphatják meg, akik tanítványaikat a műszaki és természettudományi pályák választására orientálják, valamint diákjaik hazai és nemzetközi tanulmányi és szakmai versenyeken érnek el kimagasló eredményeket. A tanároknak pályázatot kellett benyújtani, ebbe le kellett írniuk a tanári hitvallásukat, a tanári módszereiket, mik azok az eljárások, módszerek, amivel megszerettetik a diákokkal a matematikát, fizikát, ami nem egy egyszerű dolog ma, mert ugye egyre nehezebb olyan diákot találni, aki szívesen jön mérnöknek, szívesen foglalkozik matematikával, fizikával, és ahhoz, hogy mérnöknek jöjjön valaki, ez a két tantárgy az alapja a tudásnak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló hallgatók között a nők aránya összességében meghaladja a 34%-ot. Az egyik díjazott tanár közel 6 éve dolgozik az Eötvös József gimnáziumban. Hihetetlenül nagy eredménynek tartja, hogy ennyi idő alatt ilyen komoly elismerést vehetett át. Hatalmas elismerést attól a kollégámtól, aki tavaly arra gondolt, hogy beadjam a pályázatot és próbáljam meg. És hát hatalmas elismerést az alapítványtól, hogy kiválasztottak erre a díjra, és megkaphattam. A Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium a díjazott pedagógusa, kutatóból lett tanár. Szerinte a diákok egy része szitok szóként értelmezi a fizikát, másik felük pedig izgalmas kihívásként tekint a tárgyra. Én úgy próbálkozok a megszerettetésével, hogy lehetetlennek tűnő projektekbe vágunk, mint például lézerlabirintust építünk, zenélő lépcsősort, lézerhárfát, olyan biciklit, amivel telefont lehet tölteni, és egy csomó zsákutcába bele kanyarodunk, de aztán ki is jövünk belőle. Az Apáczai Csere János Gimnázium matematika-fizika szakos tanára figyelmét a pályázatra egy volt diákja hívta fel, aki jelenleg már a Műszaki Egyetemen tanul. Munkásságát szintén elismerték. Azt mondja, a diákok motiválják a mindennapok során. Én nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok, mert nagyon változatos. Tehát az, hogy mindig új kérdésekkel, új gyerekekkel ismerkedek meg, mindig új nézőpontba helyeződik ugyanez a dolog, az fantasztikus. Az látni gyerekeket, ahogy már lényegében felnőttekként hagyják el a gimnázium kapuját, látni a személyiségük érését, fejlődését, beszélgetni velük, mind szakmai, mind nem szakmai dolgokról, ez nagyszerű dolog, és nagyon izgalmas, és mindig motivál, hogy az ember kitaláljon valami újat, valami mást. Nagyon nagy a különbség érdeklődésben, figyelem típusban, kreativitás jellegben a 10 évvel ezelőtti meg a mostani diákok között. Úgyhogy muszáj mindig kitalálni valami újat, de ez igazából egy jó vonása szerintem ennek a szakmának. Én ezt nagyon-nagyon szeretem benne. Innovációs díjakat érő környezetvédelmi szempontból is fontos újdonság az úgynevezett zöld tégla, amely szinte minden típusú tüzelőberendezésnél egyszerűen használható. A katalitikus tégla gépjárművek katalizátoraihoz hasonlóan működik. Az égésből keletkező füstgáz összetevőket megköti, és ott tovább alakítja azokat kevésbé ártalmas vagy ártalmatlan égéstermékekké. Ez javítja az égéshőfokat és csökkenti a káros anyagok, például a szénmonoxid kibocsátását. A Szegedi Tudományegyetem alkalmazott és környezeti kémia tanszékén több évtizedes hagyománya van a környezetvédelmi kutatásoknak, különösen erős a katalízissel kapcsolatos fókusz. Egyes tanulmányok szerint a Földön minden ember élettartama átlagosan 3 évvel hosszabbodna, ha minden légszennyezés megszűnne. A városokban a lakosság láthatatlan gyilkosa a magas portartalmú szennyezett levegő. A használatban lévő ipari és lakossági fa és vegyes tüzelésű berendezések, például kályhák, kandallók, kazánok száma meghaladja a 70 milliót Európában. Legtöbbjük környezetvédelmi szempontból elavult, emiatt a kibocsátott káros füstgázok összmennyiségének körülbelül fele ezekből kerül a levegőbe. Az egyre tudatosabb társadalom igényli a környezet és családbarát megoldásokat, a cégeknek és közintézményeknek pedig a törvényi szabályozás miatt is lépniük kell.
Számukra is megoldást jelenthet az innovációs díjakkal jutalmazott szegedi fejlesztés, a katalitikus füstgáz tisztító tégla. Nem csak így lesznek meg ezek a találmányok, hanem jön először egy ötlet, utána az ötletet kicsibe elkezdjük megvizsgálni, pont itt a mögöttem lévő műszerek voltak azok, ahol először picibe elkezdtük megvalósítani ezt a folyamatot, láttuk, hogy működik, és utána ezt át kellett ültetni ugye működő formába, úgyhogy a kandallókba, vegyes tüzelésű vagy fatüzelésű kazánokba, tűzterekbe alkalmas legyen ez a készülék. És hát amit tapasztaltunk, és ami miatt ugye ez a fejlesztés indult is az, ugye a füstgázba rengeteg káros anyag van, ilyenek például a szénmonoxid, nitrogénoxidok vagy a koromszemcsék, amit mi se szeretünk a tüdőnkbe, és ugyanígy a környezet se szereti, az épületek se, de akár a sarkvidékeken lévő jégtakarók sem. Úgyhogy a motiváció az volt, hogy oldjuk meg azt, hogy ez a füstgáz, amikor elhagyja ezt a tűzteret, akkor ezeknek a koncentrációja, mennyisége minél kisebb legyen. A fejlesztés alapelve az autók katalizátoráihoz hasonló. Alapvető különbség azonban, hogy ez a megoldás fatüzeléshez és vegyes tüzeléshez optimalizált, illetve nem a hagyományos nemesfémek kedvező tulajdonságaira épít, hanem a könnyen beszerezhető és elérhető áru nemesfémmentes anyagokon alapuló kerámiákra. Éppen ezért jelentősen olcsóbb. Elhelyezzük megfelelő módon a kemencénkbe, vagy az adott tűztérbe, és amikor begyújtunk alul fával, nem tökéletes az égés, nagyon sok szénmonoxid, füst, szemcse, koromszemcse hagyja el ezt az égésteret, és ez a tégla segít abban, hogy átalakítsa ezeket a molekulákat, és kevésbé ártalmas, vagy egyáltalán nem ártalmas molekulákká alakítsa azt. A projekt során a kutatók a Szegedi Tudományegyetem érintett szakértőit is bevonták, illetve kihasználták az egyedülálló műszerpark adta lehetőségeket is. Jelenlegi állapotban a téglánk, ugye a szénmonoxidnak az életre is elég veszélyes, a szénmonoxidnak a kibocsátását a felére tudja csökkenteni, ami egy jó dolog ebben, hogy a hatásfokot is növeli, tehát egy pár százalékos hatásfok növelést tudunk elérni, ami nem tűnik soknak, de mégis azért egy 10-20-50-100 kg fa per fűtési szezont jelenthet, vagy lehet, hogy nem érezzük úgy meg, de egy pár tized fokkal melegebbre tudunk fűteni, vagy melegebb lesz a szobánkban. Különböző összetételű kerámia masszákat készítenek, és abból 3D nyomtató segítségével hozzák létre a kerámia hordozókat, amit szárítás, égetés után még kezelnek, majd következik a tesztelés. Az innovációban a Szegedi Tudományegyetem oktatói mellett a hallgatók is szerepet kaptak. Szeretem az ilyen környezetvédelmi témájú dolgokat, és így ez a kutatási lehetőség is megtetszett. És az én feladatom igazából ebben a projektben a kerámia hordozó tégláknak a nyomtatása, nyilván ugye a paraméterek optimalizálása, összetétel, nedvességtartalom, égetési idő, illetve hát nyilván az elkészült katalizátor hordozónak a tesztelése itt a kandallóban. Az elkészített téglát azt ide a tűztér tetejéhez helyezzük, és akkor itt jön az a folyamat, amit itt is látunk, hogy begyújtunk a kandallóba, és utána pedig mérjük a katalizátor téglának a hatékonyságát, ami ugye abban merül ki, hogy a károsanyag kibocsátás az hogyan alakul. Nyilván nekünk az a célunk, hogy a károsanyag kibocsátást lecsökkentsük, és azt pedig itt lehet követni egy diagramon, hogy az idő múlásával hogyan alakul a különböző károsanyag kibocsátás. Monitorozzuk a szénmonoxid kibocsátást, a nitrogénoxidok kibocsátását, a hőmérsékletet, és ebből próbálunk különböző adatokat kinyerni. Motiváló egyébként, mert nyilván az órákon nem kerülnek elő ilyesmik, szóval ez egy teljesen más világ, ez már tényleg a munkavilága is, és az is motivál, hogy ha egyszer ebből lesz majd valami nagyobb lehetőség, akkor annak a tudata, hogy ebben én is benne voltam, és ebben az én kezem is benne van. A téglát Szegeden tesztelik és indítják a gyártását. A termék magyar találmány. Számos hazai megrendelési igény mellett külföldi érdeklődéssel kapcsolatos tárgyalások is zajlanak, így a hazai innováció európai sikertörténetté is válhat a közeljövőben.
Bár a mai műsorunk véget ért, ígérem, hogy a jövő héten is izgalmas témákkal jelentkezünk. Adásainkat addig is újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.